nem várok semmit, de itt vagyok. Legalább egyenesen tudom tartani a hátam, és tükörbe tudok nézni, hogy legalább én megtettem, amit meg tudok tenni. Mindenki kis tapsunk, még a Tefornak és a Fazekasnak azért nagyon nagy tapsot, mert ők tényleg eléggé nem biztos, hogy támogató környezetből érkeztek, amelyik az intézetvezetést illetve, úgyhogy én szeretnék kérni nekik egy nagy tapsot, hogy erősítsük. Hát ennek a polgári engedetlenségnek az elsődleges célja a sztrájk jognak a meg visszaszerzése, mert ugye ezt ellehetetlenítették egy kormányrendelettel. Egyébként a sztrájknak is nyilván vannak követelései, és azok hosszabb távú, de nagyon fontos a követelések. Egyrészt a pedagógusok élethelyzetére vonatkozóan, tehát mind a munkaterhelés, ami azért most már úgy tűnik, hogy tipikusan heti 50 óra. Másrészt az anyagi megbecsültség hiánya, ami a kettő együtt oda vezet, hogy nem jönnek fiatalok a pályára. Tehát ez nem csak a mi problémánk, hanem az egész országé. Ez körülbelül hány tanár tőlünk most? Nálunk több mint 45 kolléga plusz, akik még szolidarítottak, és például a Radnótiban is több mint 50-en, a Madácsban is olyan 24, nem tudom, tehát nem akarok butaságot mondani, de sokan. Egyébként végzünk ma is munkát, de ennyiben tiltakozunk. További 30 pár ember támogat minket. Egyébként az iskola működik, a diákok bent vannak. Hát nem mindenütt állnak úgy akár a kollégák, akár az iskolavezetés támogatólag ehhez a mai akcióhoz, mivel ez egy tudatos törvénysértés. Körülbelül 90% írta alá a nyilatkozatot, tehát 10% egyáltalán nem kíván ebben részt venni, de nyilvánvalóan vannak olyanok, akik csak támogatják, de nem szüntetik be a mai tanítási munkájukat. Tehát aki beszélni akart erről, az beszél, de aki nem, azt meg békén hagyjuk, hiszen nem akarunk senkit meggyőzni, aki magától nem érzi azt, hogy most tiltakozni kéne. A béremelés mértékére vannak konkrét gondolataitok? Minimum 80%, tehát hogyha most megnézzük, hogy mennyit keres ma egy diplomás Magyarországon, és mennyit keres egy pályakezdő tanár, akkor ott 100% kellene ahhoz, hogy vonzó legyen a pálya. De mondjuk 2 éven belül jó lenne elérni, és erre leginkább ígéretet kéne kapnunk, mert amíg ez nincs írásba adva, addig nem fog történni semmi.